kommentáltunk, hogy jé, nekünk még milyen sok haja volt, vagy hogy Nini milyen jól állt ez a ruha rajtad, milyen nagyra nőtt a gyerek, és ehhez hasonlókat. A fényképek iránti rajongása az emberiségnek nem változott az első fotográfia megjelenése óta. Azt is sokan mondják, hogy a mai világban már mindenkinek ott van a zsebében, egyen is olyan rossz fényképezőgép, ugye a telefonja. Már csak a profi kurcolják magukkal a nehéz objektíveket, állványokat, képeket, ők is jó nagyokat csimajtoznak közben, szerintem a kollégák ezt biztos megerősítik. A mai telefonok nagy része már sokkal jobb képet csinál, mint egy profi gép. A felszerelés tehát megvan, úgyhogy fotózunk is napi szinten az ebédünket, születésnapokkal, tárképekkel, kiskutyák, nyaralást, egymást. Én is emlékszem, amikor gyerekkoromban az apjára utaztunk, és analóg fényképezőgéppel kattintottak a szüleim. Édesapám két filmet rakott a táskájába, hogy összesen 70 néhány kép készült, hogy attól függően, hogy melyik sikerült a végére.